kutyáim sok a bajtók, mert ha láttatok, mint a kutyák úgy ugatok. Hétről hétre egyre keményebb ez a verseny. Már csak hatan maradtunk, és durvába belegondolni, hogy hatunk közül valaki meg fogja nyerni ezt a versenyt, és durva az, hogy itt lehetek a top 6-ban. Ezen a héten volt egy kis plusz is, ugyanis itt volt a családom is, és támogattak élőben, ami nagyon jó esett. Nagyon fontos számomra a családom, és nagyon sokat jelent az, hogy ennyire mellettem vannak. Sajnos a felkészülés miatt nagyon keveset voltam otthon. Viszont most úgy gondoltam, hogy hazalátogatok Kevermesre. Na ez volt a régi szobám, itt született a dalaim egy része. Nincsen gondot, itt írtam. Igazán kellemes volt az, hogy vártak engem ebéddel, vagy arra kistesóim is ott voltak mellettem. Akármekkora a távolság közöttünk, összetartunk, egy család vagyunk. Innen jöttem, nem szégyellem. Amíg otthon voltam, elhatároztam, hogy elmegyek pár meghatározó helyre az életemből. Kezdtem az általános iskolámmal, ahol találkoztam egy nagyon kedves személlyel számomra, egy volt tanárommal, Vica nénivel. Nagyon büszke vagyok rád, és nagyon örülök, hogy volt benne egy pici-pici kis részem, hogy te elindulj ezen a pályán. Meglátta bennem a tehetséget, a zenét, és foglalkozott velem. Talán akkor az volt az, ami a legjobban hiányzott, amit tőle megkaptam, a szeretet és az elismerés. Ezek után meglátogattuk a játszóteret is. Mikor bármi gondom volt, oda mentem ki, leültem az egyik padra, és kiürítettem a gondolataimat, leírtam őket, ott írtam az első komolyabb szövegeimet is talán. Nagyon szükségem volt már erre, úgy érzem, újult erőbe vágok neki a munkának. Ezzel a dallal ismét egy új oldalamat mutatom meg. Nagyon remélem, hogy az embereknek elnyeri a tetszését, és bizalmat szavaznak nekem, hogy bizonyíthassak a következő élősóban is.